Logoterápia, webinárium. Hogy mit akarnak ezek a szavak, mindjárt megtudjuk Megyesi Lászlótól. Köszönöm, hogy itt vagy, Isten hozott. Köszönöm. Két szót kell megmagyaráznunk. Azt, hogy logoterápia, és azt, hogy webinárium. Lehet, hogy a webinárium a könnyebb. Kezdjük ezzel. Ez egy új szóalkotás, ugye? Valóban, ez egy nagyon új fogalom, számomra biztos. Ez a szeminárium szóból lett kicsavarva, hogy a weben történik, tehát az interneten egy olyan fajta videó megosztó programon, ezúttal a Zoomon keresztül, ahol több embert be lehet hozni egy képernyőre, ahol van egy előadó, a többi az hallgat szépen eleinte, de be lehet játszani PPT vetítéseket, vagy, vagy szöveganyagokat, bármi képi anyagot, filmet is, és ö, ö, lehet a csoportot szétvenni két-három kis csoportra is ahhoz, hogy mondjuk 5 percig beszélgetnek adott feladványról vagy kérdésről, majd az automatikus időszámláló könyörtelenül visszakapcsolja őket a nagy csoportba. Ez nagyon jó, mert élőben ez így nem menne. <laughs> Igen, és látod, hogy az élet mindig hoz valamit, amikor muszáj leleményesnek lenni, ki kell találni új, új módokat, új lehetőségeket, hát most ez a koronavírus járvány ilyen. Ez egy úgymond haszna előnye, azért van egy pár ilyen furcsa haszna az egész helyzetnek. Magam is részt veszek egy másik webinárium, mint, mond, mint résztvevő. Ez most nekem egy új feladat, hogy ezt most én nekem kell vezetni. De azért van egy segítő, aki ezt, mint programszervező vagy technikai háttér igazából kézben tartja, és így nekem arra nem kell annyira közben figyelni, és ez mind online működik, én ezt otthonról fogom csinálni, és mindenki otthon ülés úgy kapcsolódik bele. Az, hogy nehéz helyzetben, olykor tragikus helyzetben, valamit megtalálni, értelmet találni annak a helyzetnek, vagy annak az életszakasznak, ez tulajdonképpen talán a kiinduló gondolata a franklinak, akinek a logoterápiás módszerével megy ez a webinárium. Hát őt, őt, őt mi indította arra, hogy elinduljon, a, meg, tehát fel, kidolgozza a logoterápiát. Igen. Róla azt kell tudni, hogy 1905-ben született, és 1997-ben hunyt el Bécsben. Őt tartjuk a, a a bécsi pszichoterápiás iskolák harmadik generációjának. Az első lenne Freud, utána Adler, és ő lenne a harmadik a logoterápiával. Mind a kettőjüket ismerte is az élete folyamán, hát főleg a háború előtti időszakban. Úgymond tanítványként, fiatalként úgy követte is őket, de aztán, mint Lang elme, hát kellőképpen aztán tovább gondolkodott, és és próbált önálló utat is megfogalmazni. Valójában, és itt még mindig a háború előtt időről van szó, tehát a, a 30-as évek folyamán ő látta azt, hogy mennyi sok fiatal számára nem volt világos a jövő. És egyáltalán egy ilyen nagy keresésben, mintha ma lennénk tulajdonképpen. A fiatalok annyiban nem változnak tulajdonképpen a keresésüket tekintve. Nagyon sok bécsi fiatalnál történtek akár öngyilkosság, vagy tragédiák, és ő dolgozta ki ugye 37-38 táján, hogy legyen egy ifjúságsegítő szolgálat Bécsben, még akkor ő is egyetemista volt, vagy hát fiatal neurológus, és ez sikerült is akkor egy-két évig, hogy egy nyáron, vizsgaidőszak környékén nem voltak öngyilkosságok Bécsben, és az, az ő szolgálatuknak is Köszönhető volt. Ez nagyon nagy szó, ugye magában is, hát ezt képzeljük el, ma is lehetséges talán. Valójában az ő életében, mivel származása miatt őt is elhurcolták családjával együtt, a, a nácik megjárta a koncentrációs táborokat, többet is. Sajnos a családját kiirtották mindez idő alatt. És az a fajta értelemkereső, értelemcentrikus terápia, amit ő már a háború előtt logoterápia és egzisztencia analízis néven illet, ő alkotja meg ezeket a fogalmakat, ezt akkor elvették tőle eleinte, és nem, nem tudott ezen tovább dolgozni. De viszont, hát ember lévén ő is hát megszenvedte, és szinte kudarcba fulladt az ő hogy mondjam, értelemkereső, önfenntartó léte abban a pokolban, bár túlélte ezeket a borzasztó helyzeteket, de ő maga is egy nagyon nagy depresszióba a háború után. Úgyhogy barátai néhányan tudták őt föl, vagy megtámogatni, és emlékeztetni arra, amiről ő korábban írt, hogy pont másnak, hogy segítsen ezzel a logoterápiával, én nem mondom, hogy öngyógyításról van itt szó, de biztos, hogy az a külső segítség is neki nagy lépést jelentett, és össze tudta magát szedni, újra fölépíteni az egészet, amit már tényleg elvették a munkáit, írásbeli anyagait, és attól kezdve ő ezt egész életében kiművelte, nagyon nagy szakmai útra tetszert, mind Európában, mind Amerikában, és hosszú életet élt, és nagyon sok embert segített. Logo-terápia, Akkor ez. Igen. Mit jelent? A logó, itt a logosz szerepel, az értelem. Sokan keverik a szót, és ezt most itt hadd mondjam el, hogy ez nem logopédia. Mert ö, ö, hasonló hangzású a szó, de könnyen keverik esetleg, akik érthetően nem föltétlenül ismerik egyiket vagy másikat. Annyi a közös a kettő között, hogy ott az értelmes beszédre utal, Értelmes beszédre gyógyításról szól, itt pedig az értelem keresésnek az útja. Logoterápia. Ez terápia egy embernek, egy személynek a, a saját egyéni életútja feltárása, a jelen helyzet feltárása, analízise. Ezt nevezzük egzisztencia analízisnek. Igazában arról szól, hogy most hogy van ő, mi van vele. És ez azért fontos elmondani, mert a korábbi nagy pszichológusok, irányzatok azért a múltjukba, az emberek múltjába, gyerekkorába szeretnek hosszan elidőzni, és ott keresik a gyógyulások forrását. Megvan ennek is a maga helye, és ez ma is létezik, használják. Viszont Frankl nem a múltban marad, nem veti el, hogy azzal ne kéne foglalkozni, hanem, annak vannak eseményei, annak van egy lenyomata a jelenben, egy következménye, ami hat, és plusz a jelen állapotom, a jelen élethelyzetem, legyen az pozitív, negatív, szenvedéssel teli vagy örömmel teli, ebből lehet kiindulni. És utána jön ennek a terápia része, hogy mik azok az értékek ebben a jelen helyzetben amivel lehet valamit kezdeni. Ez nagyon egyszerű dolgokra kell itt gondolni, hiszen általános embereknek segítettő, és segítette azt, hogy fölfedezzék, hogy a jelen pillanatban, a jelen helyzetben milyen értékeket hordoz az ő személyes életük. Bármilyen nehéz is lehet az a jelen helyzet. Tehát miért, ugye mindig ezt kérdezzük, miért engedte meg az Isten, vagy aki nem hisz az Istenben, akkor miért pont velem történik, hogy nem tudom, fiatalon megözvegyülök, hogy a gyerekemet nem veszik fel az egyetemre, hogy engem kirúgnak a munkahelyemről, vagy elveszítem a munkámat, mert megszűnik a munkám. Tehát miért, miért, miért pont velem, és akkor ebből ennek semmi értelme nincs. Egy halál egy gyásznak, egy tragédiának, földrengés, nem tudom, összedől a lakó negyed, fölrobban, nem tudom, olyan szörnyűségeket látunk mi a híradókban. Miért pont? Vele, hogy, hogy, hogy ez most az én életemben így? Ugye? Mert ez a kérdés. Hogy értelmet találni, valami látszólag teljesen értelmetlennek. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki nyakig benne van egy ilyen traumában, tragédiában, akkor nem fog leülni, erről beszélgetni először, hanem át kell ezt élnie nagyon sok szenvedéssel, kikerülhetetlenül gyakran. Ha utána, vagy már közvetlen utána van mód valamilyen segítő helyzetbe kerülni egy embernek, de ez később is lehet persze, hogy ezt a fajta terápiát, ezt a fajta helyzetet jobban értékeljük, hogy mi történt vele, és ennek vannak következményei a mára. magyarul nem megyünk vissza, most lehet ezen sokat gondolkodni, nem fog adni a logoterápia egy direkt választ, ez nem is lenne korrekt, hát ezt nem tudja megadni. Viszont egyben, egy irányba tudja segíteni a szemét, hogy mindenkinek, ha hívő, ha nem, mivel emberek vagyunk, megvan az a képességünk, hogy magunkon túlra tekinthetünk. Ezt nevezhetjük transzcendenciára való képességre, vagy önmagunk meghaladásának nevezhetjük, vagy ö, még szebb szó az öndistancia, tehát hogy önmagamtól, a jelen helyzetemtől is, amitől akár szenvedek, távolságot veszek. Ebben a logoterápia segíteni tud valamelyest, hogy az ember ne csak a szenvedésével foglalkozzon, mint szenvedő alany állandóan, hanem könnyebben, vagy hát valamilyen módon kitehesse maga elé. Ö, én nem hiszem, hogy hívő embernek ez feltétlenül könnyebb de éppen úgy megéli ezt. És ha rá tudunk erre nézni, akkor elkezdhetjük benne is keresni azokat az értékeket, amiket én most élhetek meg ennek kapcsán, amitől, amit én kaptam, még a szenvedés is. Gyakran vannak olyan helyzetek, akár határhelyzetek egy ember életében, halál közelében, életcél, életértelem elvesztése helyzetben, hogy akkor mi a csodának vagyok én még itt? mi értelme tovább az életemnek. Eddig erre van egy klasszikus példa, hogy volt egy ápoló nővér, aki abban a kórházban dolgozott, ahol Frankl, és ö, ö, hát addig ő szolgálta a rákos betegeket halálukig, nagyon nagy odaadással. Egyszer csak ő lett beteg halálosan, és valóban ő lett a ő vissza kellett vonulni a munkájából is, és ő lett az, akit szolgálni kell. És akkor nem tudta, mi értelme tovább az egésznek. És akkor megkérdezte a professzort, hogy hát akkor most ezután mi értelme az ő életének, ha nem segíthet másokat. És néhány mondattal volt képes Frankl ö, sokszor helyre tenni, jó értelemben, embereket, hogy hogy próbálja meg ezt a jelen helyzetét, amiben most ő fekszik az ágyban és szenved, és közelebb van talán a halálához, mint eddig hitte, ezt egy olyan feladatnak fölfogni és átértékelni, amivel tud példát mutatni más hasonló helyzetű embereknek. Így is történt, ez az asszony igyekezett ebben példaadó lenni, és valóban a kortermi betegek és ápolók számára egy példa lett, és úgy hunyt el, és így ez a kis szakasz az életében, ami így előtte volt, még akkor értelmet nyert, és egyszerűen ö, értelemmel telt. Ez nagyon fontos, ez a szép példában is látszik, hogy, hogy ha valaki erre így sokszor segítséggel, de ö, rájön, megérti, hogy hát még ha talán nincs is sok előtte az életben, de vannak benne még lehetőségek. Kicsik, nagyobbak, nem túl nagyok talán, de. Nem a mérték számít, hanem hogy mi az a lehetőség, amit most az élete föltár, fölkínál neki, azzal tudjon élni jobban. Persze jól jön a segítő. Vannak logoterápiai tanácsadók, személyiség, segítők, akik ebben, ha egy lelki gondozó ebben képzettebb, talán akkor ilyen irányban tudja őt támogatni, akkor értékkel teli lehet az a kis életszakasz is, amit még megél. Ez nagyon nagy szó, mert sokan inkább az elkeseredés felé csúsznak el, nem véletlenül. És ha most így zárásul visszatérünk a webináriumra, hmm. ezt az oázis szervezésében tartjátok, hmm. és talán már el is indult, de ha, ha most már nincs is lehetőség csatlakozni, érdemes rendszeresen megnézni az oázis felületét. De akkor kik? jelentkeznek. Azok, akik úgy érzik, hogy most egy kicsit zátonyra futott az életük, most keresik az életük célját, vagy pedig akik a logoterápia módszert szeretnék jobban megismerni. Kiknek szól ez az internetes szeminárium, webinárium? Ez a webinárium ma este fog elkezdődni hatkor. Lehet még jelentkezni, aki szeretne az oázis lelkigondozói szolgálatnak a honlapján lehet erre információt találni. Kik jelentkeznek? Még nem tudom, hogy kik lesznek, de akkor az a úgy, tapasztalatom... Vagy hogy, hogy mit kínáltok? És hogy akkor hogy az... Egyrészt ez egy ilyen lesz ennek egy elméleti része, amikor kicsit kitárjuk azt, hogy miről szól a logoterápia. Azért azt tapasztalom már más ilyen csoport foglalkozáson a témában, hogy többen olvastak legalább egy könyvet, ami megjelent. Utóbbi 15-20 évben egyre több könyv jelenik meg Viktor Frankl-tól, vagy tanítvány Elizabeth lukas tól vagy más szerzőtől. Hál' Istennek van mit olvasni már bőven. És többen elolvasnak egy-két alapkönyvet, és és fölfedeznek valami újat ebben, egy új szemléletet, amiatt kíváncsiak. És örömmel látom, hogy ilyenkor öröm, veszik észre az ilyen lehetőséget, és szeretnének többet tudni erről, és ezt, ezeknek az embereknek nyújt egy ilyen ismereti anyagot, és lesz egy kicsit gyakorlatibb része is, amelyben valamiféle gyakorlat, önismereti rész lesz, amely logoterápiai szempont, szempontot hoz be abba a kis csoportos gyakorlatba, vagy éppen egy pár perces személyes feladatba, amit ott úgymond megoldanak, és azt megosztjuk egymás között, hogy milyen értelmet vagy értelmes tartalmat fedeznek fel az életükben, például példaképkeresés tekintetében, vagy életcél tekintetében és így én igyekszem mindig a gyakorlat felé orientálni a logoterápiát, mert eléggé elméleti, csak az elmélet nélkül nincs meg a gyakorlati értelme sem. Úgyhogy ebben szeretném ezt a kettős irányt megtartani hatszor, mert hogy hat kedd este, hat és fél kilenc között lesz ez a webinárium, és és akkor Én úgy jó, hogy aki jelentkezik, az vállalja, hogy mind a haton részt. Vesz. Igen, ez alapvető lenne, hogy aki, akit ez érdekel, aláír egy online szerződést, hogy ezt vállalja a hat alkalmat. Aki úgy érzi, hogy nem tud azért, de azért majdnem mindegyiken legalább igyekezne részt venni, azért bátran jelentkezzen, mert a szervezőkkel ezt meg fogja tudni beszélni még előtte. Érdemes rákérdezni, hogyan tudná vállalni, valószínűleg azért részt fog tudni venni ebben így is. Érdemes, tehát akkor az oázis.hu oldalra... Oázis.hu, arra kell figyelni az interneten, hogy először egy kertészet fog bejönni, <laughs> de mi vagyunk a... Oázis, ahol, ahol meghallgatnak. Ahol meghallgatnak. ez van. a mellékmondat jelzi, hogy rólunk van szó, hogy szervezésében működik ez a lelkiondozói szolgálat, már hatodik éve. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.